Két olyan beruházás támogatásáról döntött a közelmúltban a kormány, amely 400 család számára biztosít megélhetést az ország keleti sarkában. Egy francia tulajdonban lévő cég Kisvárda külterületén 3,5 hektáron építi fel a hazai és európai normáknak megfelelő élelmiszerfeldolgozó üzemét, amelyben több automata gépsoron állítanak majd elő gyorsfagyasztott élelmiszereket. Itt csak a feldolgozással fog foglalkozni egy francia tulajdonú gazdasági társaság, amit azért talán érdemes kiemelni, mert tudomásunk szerint a térségben biztos, de az a speciális helyzet áll elő, hogy ő Kelet-Nyugat-Magyarországon már rendelkezik bázissal, és ezt a bázis költözteti át ide Kelet-Magyarországra, és egy jelentős beruházás, azt hiszem 300 főt fog foglalkoztatni, teljes zöldmezős beruházás épül, tehát az azt jelenti, hogy új gyártócsarnokokat, gyártógépsorokat és feldolgozó egységet fognak kialakítani, és az egész ez egy gasztronómiára épül, éti csigát fognak exportálni 100%-ba Franciaországba. Tornyospálcán egy 10 éve jelenlévő ukrán tulajdonú logisztikai vállalkozás bővíti tevékenységét, egy gyártóüzemet építenek a településen. Ők már voltak itt kisebb szinten, de most egy jelentős beruházást végeznek, 100 fő feletti foglalkoztatást fognak vállalni, és ők logisztikai a cég, de most ebben az esetben fémipari feldolgozást fognak végezni, és az autóiparba fognak beszállítani. Azt gondolom, ezek azok a beruházások. Az egyik azért érdekes, mert nyugatról jött át keletre, a másik meg Ukrajnából jön át Magyarországra. Szerintem ennek az országrésznek ez egy nagyon fontos és jó iránya. Tornyospálcán ez év végére, Kisvárdán pedig 2018 végére fejeződhet be a beruházás, amelynek végeztével a munkaerőfelvételt követően mindkét üzemben megkezdik majd a termelést.